Sziasztok! A videó, amit éppen most láttatok, az egyik első munkám, amit a KMT-nek, vagyis a Komplex Mozgásterápiának készítettem. Akik egyébként gyerekek fejlesztésével foglalkoznak, és az én feladatom az volt, hogy minden tárgyat, ami a dobozban van, abban a KMT dobozban, megmutassak, hogy melyik tárgy mire való, hogy használják a gyerekek fejlesztésére, ezt próbáltam átadni annak a rövid videónak a keretein belül. Fontos kiemelni, hogy ez egyébként nem egy fizetett promóció, fizetett reklám, nem kértek meg, hogy rakjam ki, csupán a videó érdekessége miatt szeretném ezt bemutatni nektek. Szóval ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan csináltam ezt az egyik első munkámat. Azért mondom, hogy ez az egyik első munkám, mert korábban már csináltam nekik egy interjút, amiben elmondják, hogy pontosan mi is ez a komplex mozgásterápia, hogyan kezdték el csinálni, és hogyan tervezték meg ezt a dobozt, és azt a videót nem sokára meg tudjátok nézni a KMT Akadémia Facebook oldalán, a leírásban a linkre kattintva. Az első dolog, ami történt, hogy leültünk, megbeszéltük az elképzeléseket, hogy kinek milyen gondolatai vannak, mit szeretnének látni, és igazából az én ötletem volt az, hogy ezt az egészet egy ilyen stop motion videóként fogom megcsinálni, tetszett nekik az ötlet. Ezek után valahogy sikerült kiválasztanunk azt a sárga hátteret, amit láttatok, és két ilyen oszlopra, hogyha lehet ezt mondani, felállítottam a slidert középre, alátettem a kamerát, hogy lefelé fotózzon, és azt így kistabilizáltam, utána pedig elkezdtem csinálni a stop motion-t. Igazából jó sok időbe telt, mire rájöttem arra, hogy ugye mindig változik a fény, és érdemes stop motion videókészítésekor, fotók készítésekor mindent manuálisan beállítani, emiatt nagyon sokszor kezdtem újra, mert mindig változott a fény, vagy változott a színhőmérséklet, vagy ugrált a fókusz, szóval nem volt egyszerű, tehát hogyha ilyet csináltok, ilyen stop motion animációt, vagy videót, akkor javasolom, hogy állítsatok be mindent még az elején manuálisra, úgy használjátok a gépet. Ezek után igazából, amikor kész lettem az összes képpel, akkor bedobtam őket DaVinci Resolve-ba, mivel mostanában azt használok, és nem Premiere Pro-t, de erről majd egy másik videóban fogok nektek mesélni. Adobe Bridge szoftverben átneveztem a fájlokat, mert ilyen elég fura nevük volt. Átneveztem őket 1-től azt hiszem 800-ig, annyi kép készült, és ezek után bedobtam ugye DaVinci-ba, az automatikusan felismerte, hogy ez egy ilyen stop motion videó szeretne majd lenni. Összerakta nekem automatikusan egy videónak, és kerestem hozzá egy zenét, mögé raktam a logókat, és igazából amivel még úgy kellett egy kicsit szöszölni, azok a hangeffektek voltak, amikből szerencsére szerintem elég jókat találtam. Láttátok a videó elején, hogy milyen lett. Ezek után igazából már készen voltam a videóval, és nagyjából ennyi. Hogyha van bármi kérdésetek, akkor ezt írjátok meg a komment szekcióban, dobjatok erre a videóra egy lájkot, hogyha tetszett, iratkozzatok fel, és találkozunk, mint mindig, a következő videóban. Sziasztok!